fontos információ, tehát nem fontos, nem szerintem nem információ, inkább gondolatok lennének. Akkor, amikor az a gondolat így megfogalmazott az előbb bennem, akkor még itt volt két médiától, itt voltak a riporterek és a kamerások, a kameramanok. Biztos, hogy látjátok ti is, tehát mondhatunk itt sok szép jót, hogy hú, milyen jó, hogy itt vagyunk, megint együtt vagyunk. Az egész országból én úgy nézem, 40-en vagyunk, vagy 50-en. Ez nem jó. Én úgy nézem, hogy egyre kevesebben vagyunk. Miért vagyunk egyre kevesebben? Sok összetevője van, van akinek már elfogyott az a tartalék pénze is, amivel föl tud járni Pestre, demonstrációkra, illetve van még egy nagyon fontos, én legalábbis úgy gondolom, provokátorok vannak köztünk. Jó hallottátok, provokátorok. Azok a provokátorok most éppen elmentek, és tényleg akkor még itt voltak, és szerettem volna, ők ezt fölveszik, ugyanis ez a média. A média provokátor, mert tényszerű adatokat nem ad le, nem tényszerűen közli le a demonstrációkat, a követelésünket, hanem lejárat minket. Minden egyes információt úgy adnak le, úgy vágnak, hogy lejárattak minket. Példa erre a Póka Laci féle tüntetés. Én azt mondom, de csak én mondom, és gondolkodjatok el rajta, nem engedni be egyetlen egy médiát sem, még a közelünkbe se. Mert nagyon örülünk neki, jaj, de jó, itt a média, majd lesz hírverés. Lesz. Tudjátok, milyen hírverés lesz? Lejáratás. És egyre kevesebben vagyunk. Mert elkezdik az Árpád sávos zászlókkal, nincs ezzel semmi baj. A parlamentben a legelső az Árpád sávos zászló, amikor eskütétel van, az Árpád sávos zászló az első zászló, amit bevisznek a parlamentbe. Csak ezt összemossák a nyilas zászlókkal, és összemossák más fasiszta jelképekkel. Ez nem igaz, ez hazugság és hamisítás, és ezekkel a hazugságokkal van tele az én kis zsákom. Én azt mondom, hogy nagyon jó az otthonvédelem, csak egyre kevesebben vagyunk. Ezt az otthonvédelmet át kellene alakítani hazavédelemre, ami szintén otthon, de egy országi otthon, egy határok sajnos határokkal körbezárt, és egyre kisebb, szűkebb határral körbezárt otthon. Ugyanis ez a deviza hitel, amin gondolkodtak nagyon sokáig, úgyhogy amikor a Dubravsky úrnak is meghallom a nevét, akkor heróton van tőle, ez a kevés hajam is égnek áll. Mert odarakta a kormány azért, hogy mazatoljon és félretájékoztasson minket, és húzza az időt. Semmit, amit még eddig ígért, semmit nem tett meg. Bocsánat a telefonomat, nem készültem. És én úgy gondolom, hogy ez az egész deviza alapú, meg az egy egész deviza hitel, semmi más, ez csak egy tünet, az egész betegségnek egy tünete. Ezt most már többször elmondtam, és hogyha tüneti kezeléssel akarunk egy betegséget meggyógyítani, soha nem fog meggyógyulni. De sorolhatnám ugyanennek a betegségnek a tüneteit. Trafik mutyi, az előbb ugye a média mutyi, csak nem mondtam ki, hogy mutyi, de az is mutyi, a média is, mert igenis nem független, hanem függő. Ugyanilyen a bírósági mutyi, mert az se független, függő mutyi az is. Azért nincs ítélet, és azért nem egyetlen egyet mondjatok itt, vannak itt jogsegélyezők. Mondjatok nekem egy győztes ítéletet, mondjatok. Egyetlen egyet. Nem látom a kezeket. Győztes keresetet szeretnék hallani, egyetlen egyet. Na ugye nincs. Azért nincs. Mert amiről beszéltem, a bíróság is mutyi, az ügyészség is mutyi. Ha mondjuk végül is egy média van itt. Csak ezek nem fogják leadni, majd átnézik másképp. Ő nekik is szól, mert ők is csak azt veszik ki belőle, amit akarnak. Tehát akarnak, akkor elvisznek valakit azért, mert éppen csúnyát mondott. Holott meg kéne nézni, hogyha valakit szidunk, és kit nem szabad kritizálni, az, aki uralkodik fölötted. És többet nem mondok. Mindenki tudja, hogy miről beszélek. Szóval én azt mondom, hogy ez az egész egy betegség, és nem külön-külön kellene azokat az egysebeket meggyógyítani, hanem magát az egész betegséget. A betegségnek a neve meg az, hogy társadalmi igazságtalanság. Ez. Ez a betegségnek a fő oka, és ez a fő betegség. Beszélhetünk a rendőrurakról, akik az autóba ülnek, vagy itt kint állnak és posztolnak. Tudják nagyon jól, hogy igazunk van, mert rengeteget beszélgettünk már demonstrációk során és demonstrációs fölvonulások során, amikor kísértek minket. És ők is miért dolgoznak? Miért nem mernek mellénk állni? Mert félnek, hogy ide kerülnek, ahol mi vagyunk, mert elzavarják őket a munkahelyükről, kidúgják őket, és nem tudják a sárga csekkeiket befizetni.
Mindenki a sárga csekkért dolgozik. Mondjon már egy ember valaki itt közülünk, vagy itt sétálók közül is, hogy ő tud félretenni, vagy nem tud félretenni pénzt. Azért, hogy majd az unokáinak, a gyerekeinek több legyen, vagy tudjon nekik ajándékot venni. Nem tud félretenni. Tudjátok, mit tud félretenni a magyar ember? Egyik hónapról a másik hónapról a sárga csekket. És a sárga csekkekre dolgozunk. Ez szabadság. Van értelme így az életnek? Akkor lenne, hogyha fölmennénk állni, és azt mondanánk, hogy elég volt, ne tovább. Én ezt egyszer kimondtam, amikor érségsztrájkoltam a Hősök terén. Hogy elég volt, ne tovább. Ezt én még mindig fönntartom. Ha elvisznek, ha nem, ha történik valami, ha nem, én azt mondom, most már oda csapok. Tehát elég volt, ne tovább, innentől kezdve oda csapok. Nem a kedélyeket akarom fölhergelni, higgyétek el, csak egyszerűen azt látom, hogy tehetetlenek vagyunk. A tehetetlenségünkbe egymással marakodunk. Te ezért vagy nem szimpatikus, te azért nem vagy szimpatikus. És azt keressük, hogy mi választ el minket. Saját magunkat megosszuk. Miért nem azt nézzük, hogy mi köt össze? Azt keressük, hogy mi köt össze, de ezt kéne keresni az egész országba. Ez a 40 főnek, tudjátok honnan kellett? Ebből az utcából kellett volna, vagy abból a lakó épületből kellett volna összejönni ennyi embernek. Nem az országból mindenhonnan. Ez szégyen. A mi szégyenünk is, mert lehet, hogy mi is elrontottuk valahol. De én azt mondom, hogy igenis bojkottálni kellene mindent, a médiát, mert a média járat le minket, nagyon szépen alattomosan ott sunnyognak, és itt mondják, hogy tessék csak elmondani, majd leadjuk. Próbáltad már számon kérni rajtuk, hogy miért nem adták le? Soha. Nem is fogod. Azt fogja mondani, hogy nem én tehetek róla, van egy főszerkesztő, aki vágja, és megmondja, hogy mit lehet leadni. De tehet róla, ugyanúgy tehet róla, mint az a banki ügyintéző is. Ő is azt mondja, hogy ő nem tehet róla, hogy ilyen hitelt vettél föl, de tehet róla, mert azt mondta a banki ügyintéző is, hogy ez a legkedvezőbb, nem érdemes, mindenki ezt veszi föl, nem fog elmenni a svájci frank, a forinthoz képest. Különben is úgy emlékszem, hogy be volt ígérve az euró. Azt hiszem 2008-2010 környékre be volt ígérve az euró, és mindenki abba számolt, hogy ahhoz képest a váltásnál már nem lesz probléma. Én úgy tudom, hogy 2008-ban az IMF azért adott, és azzal a föltétellel adott 20 milliárd eurót, hogy a devizahiteles problémát tegyék rendbe, mert nemzetbiztonsági és nemzetstratégiai probléma lesz belőle. Hát itt van. Megvan a nemzetstratégiai probléma, csak az emberek annyira félnek, hogy még ide sem mernek kijönni csak 40-en. Bocsánat, hogyha valakit megbántottam, nem megbántani akartam, de én azt mondom, hogy most már ne csak a devizahitelekkel foglalkozzunk. Igenis, ez egy össztársadalmi probléma, aminek az alapja az, hogy egy igazságtalan társadalmi rend van körülöttünk, ami a megfélemlítésen és a zsaroláson alapszik. Semmi máson. Mindenkit megfélemlítenek, a rendőröket megfélemlítenek, minket, akik ott dolgozgattak, nem szeret dolgozni senki sem, mert nézzétek meg, utálattal dolgoznak benne az emberek a boltokba. Mosolyognak rád? Nem. Esetleg a tulajdonos. Az igen. De aki ott dolgozik, az alig várja, hogy már leteljen a munkaideje. Ugyanezt várják a rendőrök is. Azért, hogy a sárga csekeket befizessék. Átadom, mert kiszaladnának olyan a dolgok a számon, amit nem szeretnék utálni. Nem mondom, mert nem. Majd legfőbb átadom egy kicsit másnak is. Végülis a véleményetekre lennék kíváncsi, mert nem csak tapsra, a véleményetekre, hogy tényleg, de akkor hogy lehetne megszólítani a többi, a másik réteget? A többi ember. Hogy lehetne? Mert a kocsmában mindenki mondja, így nem jó, úgy nem jó, amúgy nem jó. Persze, mert hazug világban élünk, mindenki csak hazudozik. Nem szégyellem, motorozom. Én annyira büszke voltam, hogy hú, a motoros társadalom milyen egy fajin kemény csávók vannak, igazi kemény csávók. Ekkora nagy Magyarország térképpel a hátukon, Veszent Trianon jelszókkal, így mennek végig Erdélybe, meg így mennek végig Magyarországon. Ausztriában már nem annyira, akkor leveszik. Tehát Ausztriában már nem ezt használják. De Erdélyben igen használják, mert nagyon jó. Persze nem a román területre mennek be, így az erdélyi, a székely területeken ott nagyon jó mutogatják. Én úgy éreztem, hogy ez milyen jó, hát igen, és mindig beszélnek Trianonról, hogy milyen igazságtalan volt. Mindig beszélnek arra, hogy a politikusok elkötelezettek, a bankok, illetve egy-két népcsoport felé, főleg egy népcsoport felé, és hogy ezt nem kellene hagyni. Hát, amikor elkezdődtek ezek a demonstrációs sorozatok, hívogattam a motorosokat. Gyertek!
nem lehet, mert ilyen vállalkozásom van, most éppen pályázati pénzre várok, és lehet, hogy el fogják utasítani, meg különben is a vállalkozásomra kell odafigyelni. Mondom, te nem arra figyelsz a vállalkozásodra, hogy benne bukja, félsz? Igen, mert azt mondja, figyelj, mi van, ha kijön a NAV, tehát az APEC kijön, és nézi a rendszámot, hogy milyen rendszámú autók vannak, annak ki a tulajdonosa, és rám küldik, és megbüntet, és persze, mert legyünk őszinték, van tiszta vállalkozás? Hát van, egyetlen egy, úgy nézem, a bankszektor, meg itt ez a képviselőirodaház, akik itt ebben bent, akik benn vannak. Az tiszta, mert őrájuk a törvény nem vonatkozik. Igaz, hogy tudjátok, hogy szól az esküjük? Figyeljétek meg! A parlamenti eskü így szól, nagyjából mondom el, nem, mert nem tudom szó szerint, és nem is akarom szó szerint megtanulni ezt az esküt. De az a lényege, hogy először is az alaptörvényre esküszik, annak betartására és betartatására. Én úgy érzem, hogy ezt az alaptörvényt nekünk is be kell tartanunk, meg azt mondják, hogy még nekünk be is kéne tartatni, nekünk is. Tehát innentük ez a másik, azt mondja, hogy Magyarország törvényeire esküszöm, és esküszöm, hogy azokat be is tartatom. Na itt már megint van egy kis vinli, ugyanis őrájuk nem vonatkozik minden törvény, ezt ki is mondják, nem beszélve a mentelmi jogukról. Utána meg, és itt van a szójáték, az ország javát és a nemzet érdekét úgy képviselem, gyakorlom. Tehát ott már a gyakorlás szót használja. Nem tudom, hogy ki érti a gyakorlás szót és az esküszöm szó közti különbséget. Azt már ki lehet magyarázni. Az, hogy igenis teszek és szolgálom, én szerintem a szolgálom szót kellene használni. Csak ők elfelejtik abban a pillanatban, hogy a választások megtörténnek, elfelejtik, hogy mit ígértek. Már nem képviselők, hanem képmutatók. Ha már szóba akarsz állni vele, azt fogja mondani, ha egyáltalán megáll, amikor szólsz neki, hogy képviselő úr vagy képviselőasszony, álljon már meg egy szóra, azt fogja mondani, hogy meghallgat, azt mondja, ó, nem az én hatásköröm. Én ezzel találkoztam. Van két sótvadkerti fideszes országgyűlési képviselő, meg van két jobbikos. A jobbikosokat nem akartam piszkálni, mert nincsenek kormányon, de ez a devizahitel ügyben, igenis az egyik képviselő urat fölhívtam, aki nem beszélve a megyei kormányhivatal elnöke is egybe. Fölhívtam telefonon, és kérdeztem tőle, hogy nem tudnánk-e beszélgetni egy óra hosszát, mert az otthonvédelmi tanács nevében hívtam föl, ráadásul nem a saját problémámmal kapcsolatban. És azt mondja, hogy miért szeretnék vele beszélni? Hát mondom, a devizahiteles ügyben. Ó, azt mondja, az nem az ő hatásköre. Hát mondom, akkor kinek a hatásköre? Én úgy tudom, hogy, és rosszul mondom, javítson ki. Ön a megyei kormányhivatal elnöke. Ez igaz. A megyei kormányhivatalnak 18 fő feladata van. Abból 4 szorosan érinti a devizahiteles ügyet. A fogyasztóvédelem nem javított ki, tényleg érinti. Az egészségügy abszolút érinti, mert a stressz, a gyors lefolyású betegségek, nem beszélve, én szerintem betegség az öngyilkosság is, bár azt mondják, hogy a magyarnál elfogadott, így a normális, hogy a magyar az írtsa saját magát. És még soroltam egy pár kapcsolatot a kormányhivatallal. Azt mondta, jó, üljünk le beszélgetni, de nem cáfoltam egy. Jó, üljünk le beszélgetni. Na úgy ültem le velük beszélgetni, mint ahogy az Orbán Viktorra, sehogy sem. Főhívta, azt mondja, hogy keressem a másik országgyűlési képviselőt, aki választott országgyűlési képviselő. Jó. Fölhívtam. Ő is azt mondja, hogy nem az ő hatásköre. Hát mondom, akkor kié, amikor te vagy a 6-os számú választókörzet választott országgyűlési képviselője, kinek a hatásköre akkor, hogy a problémánkkal foglalkozz? Az egész más embernek a probléma. Na jó. Nem akarok én ennyit beszélni. Józsi, beszéljen most már másik. De úgy látom, van egy média, nem? Milyen médiát okozom? Tessék? Reuters, hírügynökség. Köszönjük szépen. Üdvözöljük. Ugye megtetszik ígérni, hogy mindent letetszenek adni. Szó szerint. Ugye? Ugye nem összevágva, meg egy kicsit meg mi is máshol. Ugye megtetszik ígérni? Nem értem. Köszönjük szépen. Ezt kívánjuk mindenkit. De már hallottuk is. Úgyhogy én hiszek mindenkinek. Józsinak átadnám a szót, mert tényleg már... Túlzásból viszem a hülyeséget.